Jakab István, az országgyűlés alelnöke és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke felszólalásában az országot és a gazdákat érintő agrárpolitikai témákról beszélt. Elmondta, mai világunkban fontos az egymásra figyelés, a kérdések és a viták megbeszélése. Hozzátette, a magyar gazdatársadalom segítése és kiszolgálása minden téren fontos. Egy korszerű gazdálkodás kell, arról beszéltem és arról beszéltünk, hogy a 21. századi tudást, a 21. századi technológiát alkalmazni kell, de természetesen ez nem elegendő, megfelelő védelmet kell biztosítani az európai uniós gazdáknak, közöttük nyilván a magyar gazdáknak is, hogy a harmadik országokban előállított élelmiszer alapanyag vagy élelmiszer ugyanolyan minőségi ellenőrzésen essen át, mint amit tőlünk megkövetelnek. Ha nálunk megkövetelik a növényvédőszer csökkentést, vagy az egyes növényvédőszerek alkalmazásának tiltását, akkor ugyanezt meg kell követelni harmadik országokban is. Jakab István kiemelte, az adminisztrációs terhek miatt fontosnak tartja, hogy a falugazdász hálózat szaktanácsadói hálózatként működik. A falugazdász hálózat a jövő évtől átalakul, falugazdász tanácsadó hálózatként kell, hogy működjenek majd. Nyilván megfelelő létszámnövelés lesz, megfelelő szakmai felkészítés lesz, hogy érdemben tudják a gazdákat segíteni. Az a célunk, hogy a falugazdászok, a gazdák közvetlen kapcsolataként úgy működjenek együtt, hogy segítsék a gazdát az adottságainak a jobb kihasználásában és a források szakszerű, pontos elérésére, hogy egyetlen egy eurócent ne maradjon a büdzsében. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program már több, mint egy évtizedes múltra tekint vissza. Az egész éven átívelő akcióban Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók a rászoruló magyar gyermekeket segítő szervezeteknek. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei elnöke elmondta, a kezdeményezés az évek alatt sok változáson ment keresztül. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ a kezdetek óta szervezi az adománygyűjtést. Tolna megyében 2023-ban a mai napon 4 szervezetnek tudunk adománylisztet juttatni. 7000 kg összességében az a lisztmennyiség, amit most tulajdonképpen szétoztunk, és majd ezek a karitatív szervezetek fogják eljuttatni az adományt azokhoz a családokhoz, akik tulajdonképpen rászorultsági alapon ezt meg tudják kapni. Az elnök hozzátette, az idei évben megszervezésre kerül a Magyarok Kenyere a Jövőért ösztöndíj program, amely határon belüli és túli fiatal diákokat támogat abban, hogy a szakmai előmenetelüket bővíteni tudják. Az adományokat a Galagonya Integrált Szociális Intézmény, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Alapítvány, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Szekszárdi csoportja és a Csapó Dániel Alapítvány kapta.